Jó estét kívánok! Egy erdő oxigénforrást, egészséges környezetet jelent azoknak, akik a közelében élnek, de vonzó befektetési lehetőséget is, például egy vállalkozónak. A Bihar megyei hegyközpályiban lévő erdő is nyugalmával, friss levegőjével vonzott a közelébe, mint egy 2 évtizeddel ezelőtt az első lakókat. A Csend utcában élők azonban most az erdőért aggódnak. Kiderült ugyanis, hogy egy javasolt 15 millió eurós beruházás nyomán napi 1000 látogatót várnának az erdőbe, ahová mintegy fél 1000 férőhelyes parkolót és épületeket is terveznek. A beruházó szerint kalandparkot akarnak kialakítani. A lakosok azonban attól tartanak, valójában idővel lakóparkot terveznek. Szerintük az erdő fái nem alkalmasak olyan tevékenységekre, amelyeket rendszerint a kalandparkokban végeznek. Az 500 férőhelyes parkolót pedig lehetetlenség kialakítani, anélkül, hogy lenetarolnák teljesen az érintett részt. A Csend utca lakói, a helybéliek nem mondanak le az erdőről. Kérdés azonban, hogy a befektető letesz-e a tervezett beruházásról, amelynek közben az önkormányzat felajánlott egy másik területet, ahol senkit nem zavarna egy kalandpark. Stábunk a helyszínen járt, hogy megnézze, miként próbálják a helybéliek megmenteni a pályi erdőt. Tartsanak velünk, kezdődik a metszet! Bihar megyében vagyunk, hegyközpályi településen, Nagyváradtól mintegy 10 kilométerre. Egy falu, ahol most már azért többségében Nagyváradról kiköltöző emberek élnek, és itt állunk a pályi erdő mellett, ami egy elég egyedülálló a környéken. Vannak erdős területek, de hogy a település szívéhez közel legyen egy zöld terület, eléggé egyedülálló. Mint városból kiköltöző embernek, vidéken nőttem fel, de sokáig éltem városban. Az erdő az egy természetközeli életteret jelent, egy sokkal egészségesebb és élhetőbb környezetet. Ahogy itt ugye a Csend utca végében vagyunk, jól mutatja az állapotát is a területnek, tehát itt csend van, csak a madarak csicsergését lehet hallani. És mi például, mikor idejöttünk, akkor arra vágytunk, hogy a természet közelébe legyünk, és ne távolodjunk el nagyon a várostól. Mi idestóban 17 éve költöztünk ide pályba, és nagyon megtetszett ez a terület, ezzel az erdővel. Az oka meg az volt, hogy Kinga, kislányom, ő koraszülött volt, elég sokat betegeskedett, amiközben óvodás koráig körülbelül, és azt más volt, szedett rá kezelést, amikor meghűlt, akkor nagyon mindig ilyen tüdőgyulladásos, nagyon komoly hőrkurutos betegségek vagy szimptomái voltak, arra külön kellett gyógyszereket szednie, és megpróbáltuk ezt, hogy kiköltözünk a blokkból, a nagyváradi tömbháznegyedből, az erdő mellé, és ahogy kiköltöztünk, már a kezelést sem adtuk neki, ami rendszeresen kellett tenni, és azóta mondhatnám, hogy szinte egyszer sem betegedett meg annyira, mint az előtt, úgyhogy ez nekünk mindennél többet ért, hogy egy ilyen helyen lakhattunk. Mi voltunk az első lakók, aztán szépen lassan elkezdtek gyűlni a szomszédok, akik szintén ilyen okok miatt, a csend miatt költöztek ide az erdő mellé, amit ez egyenlőre, vagy eddig ezt tudta szavatolni, majd meglátjuk, hogy mi lesz, mit hoz a jövő. Egyik napra a másikra a munkagépek jelentek meg, és gyakorlatilag az újulatot darálva, fákat kivágva megkezdődtek olyan munkálatok, amiről addig mit se tudtunk. Tavaly december 20-a környékén arra lettem figyelmes, hogy favágó gépek, traktorok, exkavátorok zaja szűrődik az erdőből. Kilátogattam, megkérdezzem, hogy mi történik. Kiderült az, hogy itt egy kalandparkot szeretnének építeni. A Csend utca lakói, akik addig mit sem sejtettek a beruházásról, közben azt is megtudják, másnap 21-én van a fellebbezési határidő a tervezett beruházás ügyében. Fellármáztuk a szomszédokat, akiket még lehetett, írtunk egy-egy e-mailt, amire aztán kaptunk iktatószámot, és akkor elkezdtünk mi is kutakodni,
ezzel, azzal beszélgettünk, ügyvédet is fogadtunk, a tanácsát kikértük, hogy mi legyen, hogy legyen, mert nem tűnt ez csak egy első lépésnek tűnt, hogy szeretnék ezt az erdőt úgy, hogy van, letarolni. Mert nincs az a kalandpark, amihez egy 480 helyes parkoló kellene. Ez szerintem ilyen a világon nincs. Na. Az Erdőszéli utca lakói tüzetesen vizsgálják a fellelhető terveket. Bodoni Dombi István a metszetnek is mutatja ezeket. Ez a látványterve a két épületnek. A sztori az, hogy innen, hogy itt kivágják, itt van egy ilyen tó. Tehát ez már azért elég jó kilátást tud biztosítani. Ez egy jó terület. Ott jártunk másnapjára, közvitát hirdet a hegyközpályi polgármesteri hivatal. A helybéliek ugyanis aggódnak az eddig bemutatott vázlatos tervek miatt. A metszet a község urbanistájától érdeklődik arról, milyen eljárási szakaszban van a vitatott beruházási terv. Eddig a projekt kezdeményezését szavazták meg, a kalandpark ötletének elfogadását, hogy úgy mondjam. Nem szavaztak meg semmi olyasmit, ami építkezési engedély kibocsátásához vezetne. De az ötlettől az engedélyezésig végig kell menni néhány törvényes szakaszon, és be kell szerezni néhány jóváhagyást, és csak, ha ezeket megszerzik, bocsájthatja a helyi tanács szavazatra. A hatályos törvénykezés szerint az urbanisztikai bizonylat, illetve az elvi megvalósíthatósági engedély kibocsátását követően az övezeti rendezési tervvel a PUZ-zal kapcsolatos lakossági tájékoztatás és konzultáció következik, magyarázza az urbanista. Most a második szakasznál tartunk, amelyben a beruházási projekt által érintett lakosok észrevételeket nyújtottak be. Ezeket a polgármesteri hivatal szakszemélyzete elemzi, majd a megyei urbanisztikai bizottság, aztán engedélyezés elé kerülnek. A projekt dokumentációja jelenleg elő van terjesztve több intézmény jóváhagyására. Csak akkor beszéltünk konkrét projektről, ha mindez megvan. Jelenleg csak tárgyalások, elképzelések szakaszában van a terv. A helyi tanácsi szavazás előtt még lesz egy közvita és konzultáció. Ha mindez lejár, azaz mintegy 4-5 hónap múlva kerülhet a terv a helyi tanács elé szavazásra, jegyzi meg Girán Alexandru. Somogyi Lajos polgármester az erdő tulajdonviszonyáról is említést tesz a metszetnek. Ez az erdő 2007-ben lett tulajdonba téve egy Urbanics Erzsébet nevű hölgynek, aki a megvásárlás után 2 hónappal betelekönyvezte, és el is adta a Szecse Marocchino szerelének egy olasz cégnek. Azok azóta többször eladták, és ez a negyedik tulajdonos, aki jött tavaly januárban először ezzel a beterjesztéssel, hogy mit szeretne csinálni a tanács elé, akkor a tanácsnak nem volt elég világos az, hogy mi hogy fog képzelni. Kértek még több információkat, és akkor tavaly júniusi gyűlésre már behozták, begyűjtötték, és akkor a tanács jóvá hagyta az elkezdését ennek a plánulban is zonálnak. A közvitára a polgármesteri hivatal képviselői és a helyi tanácsosok mellett szép számban megjelennek a hegyközpályi lakosok. A kalandpark építője az Imopark szerele, mely közben egyébként átadta a projektet a Forestia Park nevű cégnek által megbízott tervezőcég, a HFG Solutions képviselői. Gavrila Sadella és Gyorge Hanga mutatja be a beruházási tervet. Mint mondják, a tanulmányozott telek több mint 113.000 négyzetméter kültelek erdőterület. Becsléseik szerint legfeljebb 1000 személy látogatna el naponta a vakációs időszakokban a kalandparkba, és a polgármesteri hivatal kérésére, hogy elkerüljék a zsúfoltságot, ott az utcákon 480 férőhelyes parkoló kialakítását tervezik. A parkoló természetes módon lesz kialakítva, kavicsokkal kirakva, nem lesznek betonozott ösvények, a fák megmaradnak. Felleltározták a fákat, megmértek minden fát. Önök a fák között akarják kialakítani a parkolót. Hogy fognak parkolni a fák között, amikor szintkülönbség van? 5 méteres szintkülönbséggel nincs, ahogy parkolj. Még aki nem volt a terepen is rájön, hogy az a parkoló egy hazugság. A parkoló mellett két összesen több mint 100 négyzetméteres épületet is terveznek az erdőbe. A tervek kivitelezése 6800 négyzetméter erdőterület beltelek kiváló nyilvánítását, 40 köbméter fa kivágását feltételezi. Ugyanakkor kezdeményezték a terület parkerdővé nyilvánítását is. Elől a beltelkekre két épületre van javaslat.
Ezek kereskedelmi helyiséggel, recepcióval, jegyváltási lehetőséggel, javító műhellyel, turisztikai információs pontokkal rendelkeznének. Lesz egy rész, ahol ennivalót fognak készíteni. Nem vendéglőről van szó, ahol árusítják azt, hanem ennivaló elkészítéséről, mert a parkban lesz 2-3 árusítási pont, faépületekben. Ezek a földön lesznek elhelyezve, és nem lesz alapjuk, hogy ne ártsunk velük az erdőnek. A lakók azonban attól tartanak, voltak éppen rendezvénytermet vagy vendéglőt terveznek működtetni az épületekben. Csúszdák, homokozó, esetleg tiroli csúszópálya lesz a parkban, mondja Gavrilás Adela, aki szerint zajvédő falat is terveznek. Centura verde este are o lățime destul de considerabilă la 15 metri. Az élőkerítés szélessége tekintélyes, 15 méteres, magassága a fákhoz igazodik, 3-4 méteres. Tehát jelenleg vannak a meglévő fák, amelyek mellé még ültetnek alacsony, közepes magasságú cserjéket. Összehasonlításként az autópályák melletti zöld védőfalaknak a szélessége legfeljebb 2 méter kell, hogy legyen, pedig ott a gépkocsi sebessége elég nagy hangszennyezést kelt lakott övezetekben. Itt 15 méter az élőkerítés szélessége, és a parkban játszó gyerekekről beszélünk, nem autókról. Vorbim de copii care se joacă în parc, deci nu de mașini. Mi-am făcut o poză din geamul casei mele. Aceasta e pădure, pe asta vreți să puneți flori, da? Respectiv, aici va fi, deci asta e un țăruș, aici se va începe parcul. Gardul acesta este, are 2 metri. Spuneți-vă, ce sau cum o să se facă izolarea fonică, dat fiind faptul că aici nu vorbim de un teren plat, ci vorbim de deal. A parkoló, az épület rendeltetése a zaj mellett, a lakók attól is tartanak. Voltak éppen nem kalandparkot terveznek, és néhány év múlva lakópark lesz közvetlen szomszédságukban. Gyanújukat fokozza, hogy a befektető Imopark ingatlanfejlesztési vállalat. Az aggodalmak miatt egyébként az Imopark átruházta a kalandpark beruházást a Forestia Park elnevezésű cégnek, ám gyanúsnak találják, hogy újonnan létrehozott, ezzel az egy beruházással foglalkozó vállalatról van szó. A Forestia Parkot képviselő ügyvéd Florina Negro hangsúlyozza, ha a vállalat tömbházakat akarna építeni, nem erdőterülettel bajlódna. Jelezte, az üzleti életben bevett szokás olyan társaságot létrehozni, mely kimondottan egy bizonyos projekttel foglalkozik. Nem ellenezhetnek egy beruházást egy olyan félsz miatt, hogy a beruházó, aki rendszerint tömbházakat épít, most miért akarna kalandparkot létrehozni. Ha tömbházakat akarna építeni, nem gyűjteni meg a baját ilyesmivel. Miért vetett neki területet az erdő alapból? Miért erdősítene 20.000 négyzetmétert máshol, amikor vehetne egy telket, ahová tömbházakat építhetne, és azonnal megvalósíthatná a befektetést? A befektető boldogan lecsökkenti a parkolóhelyek számát a szabvány szerinti minimálisra, ha az összhangban van a lakosok kívánságával, hogy legalább egy kipipált pont legyen az önök kívánság listáján. Az pedig, hogy egy újonnan létrehozott társaságról van szó, természetes, hiszen a projekt is új. Az, hogy létrehoz egy társaság, amely egy bizonyos beruházással foglalkozzon, bevett szokás az üzleti életben. Nincs benne semmi porhintés. Amint arra az ügyvéd is utalta, a beruházó másút harangmezőn a pályi erdőből kivont és beltelekké nyilvánított 6800 négyzetméter erdő sokszorosát erdősítené be. Ez azonban nem igen vigasztalja a hegyközpályi lakosokat, ráadásul meggyőződésük, hogy a parkolót sem lehet kialakítani anélkül, hogy annak teljes területén kinevágnák a fákat és szintbe ne hoznák a területet. Nekünk itt Pályiban van egy 20-25 hektáros erdőnk. Mennyi pontosan, tanácsos urak? 30 hektár. Mindegy, mivel melegítsen engem az, hogy kivágnak 5 hektár erdőt és erdősítenek 15 hektárt harangmezőn, ahol amúgy is 300 hektáros erdő van, Félixfürdőtől Olágyepesig. Nem lehet kialakítani azt a parkolót, higgyék el nekem. A kezemet a szívemre teszem, anélkül, hogy azt a területet, ahol a parkoló lesz a földdel egyenlővé ne tegyék, buldozerekkel szintbe ne hozzák, mert azt a szintkülönbséget nem lehet kiegyenlíteni anélkül, hogy kivágjanak mindent. Fiatal fák, amelyek a parkoló útjába álltak volna, jelenleg már nem léteznek. Kivágták őket, pedig egészséges fák voltak.
Nem ellenezzük a beruházást, de gondoljanak a pályi lakosokra is, mert mivel melegít minket az, hogy önök 15 hektárt erdősítenek harangmezőn, ahol már 300 vagy 400 hektár erdő van. Nem onnan kapjuk mi az oxigént, hanem innen, az erdőcskénkből, ahonnan minden pályi ember lélegzik. A tanácsosok is ezt a levegőt szívják, a pályi oxigént, nem a harangmezői erdő levegőjét. Higgyék el! Senki nem tudja önöket megállítani, ezzel tisztában vagyunk. Mi hangyák vagyunk, kicsik, önök más szinten vannak, ez az igazság. Úgyhogy az a kérésünk, legyenek tekintettel a beruházás humános felére is. Köszönjük! A beruházón nem tartja légből kapottnak azt az elképzelést, miszerint a parkolót a fák között hozzák létre. Itt fenntartásaim vannak, mert a projekt topográfiai tanulmányra alapszik, és lesz egy műszaki projektje is. A kolozsvári kalandparkban jelenleg a fák között parkolnak az autók, a szintkülönbségek ellenére, és ha sár van, sárban mennek be az autókkal. Már is elvinnénk a nézőket megmutatni, milyen terepre kellene beparkolni a gépkocsikkal, de kicsit még a hivatalban maradunk. A vita körülbelül 90. percében ugyanis olyasmi történt, ami fordulópontot hozhat. Somogyi Lajos polgármester, aki szerint egyébként a beruházás bevételforrást jelentene a községnek, a lakosok aggodalmait látva fontos javaslattal rukkolt elő. Hogy esetleg, hogyha belemennének már egy telek cserébe, mert volna a két falu közt egy erdőnk, ahol már régen is szerettem, volt egy ilyen gondolatom, hogy egy ilyen parkot hozzunk létre, vagy bérbe adnánk nekik, ha valós céljuk az, hogy parkot építsen a községbe, akkor az erdőt, hogyha a tanácsosok egyetértenek vele, akkor bérbe adnánk az erdőt, vagy koncesszióba adnánk, és az épület megépíthetnék, mellette lévő telkünk van, azt vagy megvásárolják, vagy elcseréljék, vagy esetleg elcserélhetnénk az erdőt is. Ez majd a tanácson jön, felértékelőkön, meg az ők szándékokon is kell van. Sokkal jobb lenne, könnyebb lenne megközelíteni, és mind a két falutól legalább egy kilométerre, másfél kilométerre volna, és gyerekzaj, gondolom zene, gondolom különböző zajok, akik zavarják a helyi lakókat, mentesülnének ettől. Ez is küldtenek, de ennek van egy része, hogy két hektár, ami beálltenek építésre alkalmas, ami erdő mellett van, ami nem erdő. Közben a polgármestertől megtudtuk, a napokban javasolta, tartsanak népszavazást a hegyközpályák körében arról, akarják vagy sem a kalandpark beruházást. Ha a helybéliek a referendumon a beruházás ellen szavaznak, a befektető a telek cserére ajánlott hegyközszáldobágyi erdőben valósíthatja meg elképzeléseit. Mi az összes törvényes eszközt nyilvánvalóan használva tiltakozni fogunk. Egy olyan beruházás nem biztos, ami nem a település, és biztosan nem az erdő, a természet érdekeit szolgálja. Tehát tényleg olyan, annyira kevés, és gyakorlatilag most ez így rövidre záródott, én azt gondolom, tehát hogyha a polgármester úr felajánlott egy ennél jobb területet, közelebb van a műúthoz, van egy nagy belterületi része, tehát nem is kéne átminősíteni, hogyha ezzel a lehetőséggel nem élnek, akkor én azt gondolom, hogy egy picit azzal elárulják magukat, hogy itt nem kalandparkot terveznek. Mert egy sokkal nagyobb beruházásra lenne ahhoz szükség, hogy egyáltalán elindulhassanak. Meglátjuk. Ezt már Kohán Balázs mondja a Pályi erdőnél. Szerettünk volna interjút készíteni a tervezőcég és a beruházási vállalat közvitán jelenlévő képviselőivel, ám nem kívántak nyilatkozni, mondván, hogy az eseményt amúgy is rögzítettük. Ez a beruházás, amit itt terveznek, azok a tervek, amik eddig napvilágot láttak, amiket nekünk ma is például bemutattak, nem arra mutatnak, hogy itt ez egy olyan kalandpark lenne, amit egyébként mi is el tudnánk képzelni. Margitán például van kalandpark, rendszeresen járunk oda. Teljesen más annak a profilja, az egész milliója, mint amit ezeken a terveken láttunk. Ezeken a terveken az látszik, hogy itt a mögöttem lévő területen egy 480 autó befogadására alkalmas parkolót akarnak létesíteni, tehát magát, az erdőt, hát ő szerintük nem kitermelve, de hogyha itt végnézünk ezen a területen, van egy 5 méteres legalább 5, de lehet, hogy nagyobb szint különbség, nyilván ezen nőtek a fák, tehát itt a fák között nem lehet parkolót létesíteni, anélkül, hogy az erdőt
ki ne termelnék, illetve el ne planíroznák. Tehát itt most is látjuk, hogy akkora sár van, hogy gyalog alig lehetne bemenni, nemhogy autóval. Tehát ez így burkolás és tereprendezés nélkül biztosan nem megvalósítható, hogy itt egy ekkora parkoló legyen. És ami a másik kérdés, hogy egy ilyen beruházás, amit mi úgy tudunk, hogy kalandpark, és mi járunk ott ilyen, 10-15 autó befogadására alkalmas parkoló van, és nagyon nem is tud több ember ott egyszerre azokon a játékokon játszani, mert egyszerűen baleset veszélyes, tehát ahhoz egy ilyen irreálisan nagy kalandpályát kéne építeni, hogy itt egyszerre annyi ember tudjon szórakozni, amennyi autó befogadására ez a parkoló mondjuk alkalmas lesz. És amit ugye szintén nem értettünk, hogy miért pont az erdő rovására kell megvalósítani akkor ezt a parkolót, amikor itt vannak szabad területek. A legnagyobb félelmünk az, hogy ez csak egy első lépés. Úgy parkolót létesíteni egy erdő területén, hogy ne vágják ki a fákat, úgy nem lehet. Ugyanúgy azok helyett, vagy azok az épületek, a megtervezett épületek helyén ki kell vágni a fákat, és mert nem lehet másképp épületet építeni, úgyhogy ami szinte ennek a 115 ezer négyzetméteres területnek, hát majdnem az egyharmada, gyakorlatilag több mint egyharmada, ez hiába mondják, hogy nem kerül kivágásra, meg úgy próbálják megcsinálni a parkolót, hogy majd ne kelljen a fákat kivágni, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen. És mivel, hogy ez az én félelmem, vagy a miénk, hogy megpróbálják, hát akkor lesz egy kalandpark, és hát sajnos csődbe ment, úgyhogy kérünk egy változtatást erre a pózra, és akkor majd lakóparkot szeretnének csinálni belőle, vagy fognak csinálni belőle, mert ennek tehát a gyanunkat az is alátámasztja, vagy táplálja, hogy az, aki megvette ezt a telket, annak egy ingatlan fejlesztő cége van. Most csinált egy másikat is, hogy azt tudja mondani, hogy nem az ingatlan fejlesztő cég csinálja ezt a projektet, hanem egy másik cég viszi, aki gyakorlatilag egy nulla projektes cég, és valami, hogy átnevezte, hogy IMO, nem tudom miből, IMO parká, vagy valami ilyesmi, de hát ez porhintés az egész. Tehát ez a félelmük, hogy gyakorlatilag ez az erdő kivágása fog kerülni. Beszéltünk ügyvédekkel, kikértük a tanácsukat, sajnos el kell ismerni, hogy a törvényeket betartja a cég, viszont ilyenek a romániai törvények, hogy az nem büntetendő, hogyha valaki egy rossz tervet ad le, mert az csak egy rossz terv, és nem törvénybe ütköző. Azt, hogy nem lehet megvalósítani, az nem törvénybe ütköző. Ugyanúgy, ahogy ami szerintem a legfelháborítóbb, hogy ez is törvényesen lehetséges, hogy bárhol le lehet tarra vágni egy erdőt Romániába, hogyha telepítesz máshol egy kétszer akkora területet. Az, hogy egy település szívében, vagy a szívéhez közel legyen egy ilyen terület, nagyon-nagyon ritka. Tehát ezek értékek, ezeket meg kell őrizni, és nem azon gondolkodni, hogy lehet nagyobb hasznot húzni belőle, mert nem lehet, tehát az erdő, mint erdő tudja a legnagyobb hasznot húzni. Ez megmaradhatna erdőnek, egy olyan erdőnek, amiben például egy tanösvényt lehetne létesíteni, ahova kijöhetnének tényleg az iskolás gyerekek, ahol megtanulhatnák azokat az alapdolgokat, amiket most már tényleg így egyre nehezebb megmutatni. Elég szép nagy területről van szó, tehát nagyon-nagyon nagy kár lenne megbontani ezt a területet. És hogyha ennek egyszer megindul a degradáció, tehát itt engedünk egy parkolót, ott majd csúszdák, a másik feléről lesz egy, akkor egyszerűen ez felfog. Ez egy ilyen abszolút a látszat, hogy persze nem lehet egyből az erdőt letarolni, de meg lehet csinálni azt, hogy így szépen darabonként
átminősíteni, és akkor egyszer csak már nem lesz értéke, mint erdő, és akkor jöhet ide is egy lakópark, egy szép tóra néző, mert ugye, amit még talán nem mondtunk, hogy az a, ami ott a hátam mögött van, az egy gát, mert itt van egy tó, egy víztározó, nagyon szép egyébként, tehát igazából ez a tó, ezzel az erdővel, én azt gondolom, hogy ez Pályinak az éke, ahogy jövünk Szállóbágy felől, már dombtetőről látszik, gyakorlatilag ez adja meg ennek a településnek azt a képét, ami szerintem itt a legtöbbünkben él, hogy ez hegyközpály. A meccet végén köszönöm figyelmüket, jövő héten újra várom Önöket. Addig is műsorunkat visszanézhetik televíziónk YouTube csatornáján. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!